Az Új Nemzedék című műsorból a többi között videójátékokról, filmekről, sorozatokról tájékozódhatnak a hallgatók, de a szerkesztők ismert és példát mutató személyekkel is készítenek beszélgetést. Lesz egy iránytű rovatunk például, ahol a középfokú és felsőfokú oktatási intézményekből lesznek különböző ajánlók, valamint a motivátor rovatunkban olyan személyek fogják bemutatni a saját foglalkozásukat, illetve életpályájukat, amely tulajdonképpen motiválni tudja őket arra a bizonyos útra. Most az első epizódban például Liszka Pétert hívtuk meg, illetve Liszka Péterrel beszélgettünk, ugye többszörös világbajnok testépítőről, és 17-szeres országos bajnok testépítőről van szó, aki tulajdonképpen elmondja ennek a szakmának az előnyeit, hátrányait. Természetesen lesznek hallgatói rovatunk is, úgy mint a Kamasz Panasz, ahol a mai fiatalokat foglalkoztató akár karrieri, lelki, orvosi vagy bármilyen kérdésre válaszolunk, akár szakember bevonásával is, illetve szeretnénk bevezetni a szívküldit is, ahol megkérjük arra a hallgatókat, pláne egy Valentin nap előtt most, hogy ha van, akit nagyon szeretnek, akkor merjék fölvállalni a hangukat, nevüket, és rajtunk keresztül küldjék el egy szép, szerelmes számba becsomagolva az adásba, hogy mit is éreznek a párjuk kedvesük iránt. A műsor zenei kínálata is a mai fiatalság zenei ízlését, elvárásait tükrözi, mondja Horváth Csaba zenei szerkesztő. Vagyis, hogy a frissebb szerzemények közül fogok válogatni, a legfrissebb felhozatalból, különböző streaming platformoknak a felhozatalát fogom követni elsősorban, de lesznek TikTok slágerek, meg Instagramos slágerek is, úgyhogy ezzel próbáljuk egy kicsit fiatalosítani ezt a dolgot, meg hogy behozni az internetet ebbe a még mindig eléggé analóg világba, mint amit itt a rádió képvisel. Az adások később is visszahallgathatóak a Vajdasági RTV honlapján, de a szerkesztők a Facebookon is érdekes tartalmakkal jelentkeznek az Új Nemzedék követőinek.